Itt vagyunk a kioszkban afrikai barátnékkel, Seth-tel és Stanley-vel, akik Afrikában most európai körúton vannak és ellátogattak ide Budapestre, és most meg fogjuk nézni, hogy mik a legmenőbb helyek itt Budapesten. Tartsatok velünk! What about the poppy seed cake? Explain. I haven't tasted it yet. It's so good. We haven't tasted it. No, that was Dan. Yo. He can tell you. This is the stuffed paprika. This is with lamb. Itt vagyunk a kioszkban, és már túl vagyunk a tételek felén. Párszor jártam itt főként egyébként ebédmenüre, így még nem próbáltam a tételeket. Ami szerintem nekem a kedvencem, és a srácoknak is, az a töltött paprika, nagyon-nagyon finom a szósz. A töltelék pedig kicsit ilyen köményes, nem úgy, ahogy én tradicionálisan megszoktam, de nagyon-nagyon jót tesz neki. Sajnos a barbárba nem tudtunk bemenni, mert pont most van a nyári szünet, úgyhogy megyünk is tovább, a következő helyszín a TOPRUM. Látok az ajtóba is, és nincs van repésünk. Nagyon jó, köszönjük szépen! We are here in TOPRUM Budapest. It's too heavy. Szóval itt vagyunk a TOPRUM-ba, ami egy Sky Bar in Budapestnek a tetején. Nemrég nyílt, nem is tudom mikor nyílt, nemrég nyílt. Az a vicces, hogy én itt szerintem 4-5 évvel ezelőtt voltam, amikor még teljesen más volt a neve, és a Sky Bar-ok nem voltak annyira elterjedtek. Akkor nem ment jól a helynek, és be is zárt, aztán most ez a TOPRUM nyílt a helyén. Kicsit így beépítették, úgyhogy azóta már a Sky Bar-ok ellepték Budapestet, jelenleg kb. Havonta nyílik egy új Sky Bar, és nagyon-nagyon megy a hely, az egyre palettik. Megkóstolunk pár bárfúdot, Seth már el is kezdte. Gombás, répás dolog, úgyhogy mindjárt megkérdezem a srácokat, hogy mit is eszünk pontosan. Igazából van egy ázsiai húsleves, egy nagyon pici kis kimcsivel, csivivel. Főételetek az egy császárhús, ami ugye egy kicsit megosztó hús, viszont itt szerintem kiválóan készítjük el. Gomba pedig laska, illetve csiperke gomba. Egy piri-piri paprikás krumpli chips van hozzá, házi csepegtetett tejföl, bacon dashi, a marha oldalas, az pedig egy cson nélküli oldalas, savanyított homoktöv is a tetején, hozzá pedig egy tabulé van, ami nagyon kis könnyedé és egyszerűvé teszi. Köszönjük! Megérkeztünk a Costa Duncanba, ami az 5 Michelin csillagos hely közül itt Magyarországon az egyik. 4 éve nyílt és rá egy évre már is kapta a Michelin csillagot, úgyhogy most itt fogunk ebédelni. Az egyik vaj az kacsazsírral és hagymával készült, a másik pedig mazsaigomos. A kacsazsíros az isteni finom. Tényleg így ezzel el tudnék lenni egy életen át. Nagyon-nagyon jó. Kicsit puskáltak az étlapról, mert nagyon-nagyon sok minden érkezett. Előítelnek édesköményes krémlevet tudunk enni. Utána házilag pár volt lazac lesz, és lassan főtt anyasi tojás.
Tudom, lehet, hogy nagyon hülyén fog hangzani, és még nem ettünk egyébként meg mindent, de nekem a vaj lesz, ami szerintem nyerni fog. Zseniális vaj. Nem tudom, hogy látszik-e, hogy így fel van valahogy reszelve a vaj, ezt nem tudom, hogy hogy csinálják. És annyira különleges íze van, de tényleg annyira, hogy a legjobb vaj, amit életemben ettem. A desszertek közül szerintem a legjobb, ami tetszett, a marinált dinnye kesudióval. A kesudió egy ilyen kicsit olyan, mint ilyen karácsonyi süteményes crumble, kicsit sós, nagyon-nagyon finom, és nagyon jól jön együtt a dinnyével, amiből van egy ilyen kis szorbi, ilyen fagylalt szorbi-szerűség is. Ebéd után egy kicsi sét a levezetésnek. Ebéd után egy kicsi sét a levezetésnek. Stanley röhög rajta, mert folyamatosan elrontom a dumát. Na mindegy. Szóval, take two. Ebéd után egy kicsi sét a levezetésnek. Most voltunk a halászbástyánál, és még megnézzük a várat. Utána pedig megyünk tovább a Leo Sky Barba, ami nemrég nyílt, és megnézzük, hogy milyen a kínálatot. Beszéltük a srácokkal, hogy kinek nézett a legjobban, és egyöntetűen a halra esett a választása Kostesznél, úgyhogy az nyert a mai fogások közül, és nekem természetesen a vaj. Nem mondom el többször. You wanna join? Yeah, woo! Vagyunk a Leóba, most kértük ki a koktélokat és az előételeket. Amit tudni kell a Leóról, hogy mindenképpen foglalni kell. Délután lehet, hogy el lehet csípni egy-két szabad helyet, de este nincsen szabad hely. Hogyha hétvégén jönnétek, akkor pedig egy héttel előbb kell foglalni. Srácoknak szuvenírbe hoztam egy kockás túrórulit, ami most az új kedvencem. Szerintem sokkal finomabb, mint a pöttyös. Sokkal régiesebb az íze, tényleg olyan, ami a gyerekkorunkban volt, úgyhogy kockás. Kevesebb, mint 48 óránk volt felfedezni Budapestnek a gasztronómiai érdekességeit. A kioszkban kezdtünk, ahol a házias ízek dominálnak. Itt kiemelném a töltött paprikát és a mákos kubát, ami a legjobban tetszett nekünk. Utána pedig átmentünk a Toprumba. Itt az ázsiai fúziós vonalat viszik. Azt mondhatnám, hogy mindegyik ételben volt egy kicsit ilyen savanykás íz, ami nagyon különlegesítette az ételeket, és tényleg volt egy-két olyan megoldás, amivel még nem is találkoztam, de amit ki kéne emelni, az mindenképpen a marha ribály lenne. Édes ragacsos szószban tálalták, úgyhogy az volt a kedvencünk. Másnap voltunk a Costas Downtownban, ami egy Michelin csillagos hely. Ehhez mérten a kiszolgálás az nagyon-nagyon kifinomult volt, a srácok nagyon finom borokat kóstoltak. Több olyan pontja volt az ételeknek, amit kiemelnék. Az egyik az az édeskömény leves. Egy kis körtével meg volt bolondítva, és ami még nagyon ízlett, természetesen a vaj, amiről rengeteget beszéltem, de a vajon kívül a hal, ami nagyon-nagyon különleges volt. Egy kis városnézés után átmentünk a Leóba, ami szintén ugye egy skybar, mint a Toprum. Itt sincsenek fő ételek, hanem inkább ilyen bárfoodok vannak. Itt a hamburger részlet a legjobban, és a madártej, ami különleges volt. Igazából a másik desszert is, ami egy mangós pannakotta volt, engem inkább emlékeztetett egy kicsit ilyen almás ízre, de nagyon-nagyon finom volt, nagyon könnyű desszert. Rengeteg étel után sokkal jobban csúszott, mint egyébként egy erősebb desszert. Viszont megérkeztek a srácok, és megyünk is a reptérre, mert
elkésünk. Iratkozzatok fel, lájkoljatok, kövessetek, menjetek nyaralni, bár lehet, hogy amire ez a videó felkerül, addigra már karácsony lesz, se baj. Menjetek pihenni, sziasztok! Lehet, hogy nem menjünk a reptérre, mert kidőltek. Lejöttek a lobbyba is, már is kidőltek. Fine. You? How are you? Tell me. Go down here, that doesn't need me to lift this. Come on, be telling Hát ennyi volt, felraktam a srácokat a gépre, azt mondták, hogy mindenképpen szeretnének visszajönni Budapestre, mert ez volt a legjobb város, ahol valaha jártak, úgyhogy mennek tovább Kopenhágába, én pedig megyek tovább dolgozni. Sziasztok!